Jó indítás McNulty-nak, csak nem indul érte. Elérette volna pedig. Lókai. Marozsán, egész hátra kellett jönni a labdáért, Váncsa kapja tőle. Itt a baj, Váncsa hibájából, McNulty. Hírbedobás, 10 perc telt el ebben a pillanatban, 10 perc telt el a második félidőben, 1-0 a Dandalk javára. Csehié, Negrau, már nem az övé. Váncsa, Kovács Ervin, Csepregi, Csepregi még. Negrau próbálkozik. McEvoy. Hanrahan vezeti rá, és el is megy, Csepregi keresztez. Ismét középük minden. Csehi. Nincs széle a Honvédnak. Vince jött ki most. Csak jobb széle van, ott oda meg nem megy labda Marozsánnak. Pisont, ott van belül Kovács Ervin, jobb oldalon Plókai is megtalálható. Váncsa, hosszú Kovács Ervinnek. Típusos, amit látunk, most már egyre görcsösebben igyekszik a Honvéd, és egyre kevésbé jön össze, hogy úgy mondjam. Már semmi nem sikerül úgy szólván. Csepregi, mindenki maga próbálkozik már. Nem indított rosszul Váncsa, Negrau nem indult rá, megköszöni, vissza is szól. Negrau, hogy az ő hibája volt. Ez azonban nem igazán vigasz. No. Nem adja a Lókainak gulyást, talán úgy gondolja, hogy több esélye van. Lókai. Marozsán játékba hozható. Megkapta. Befele. Nincs a szélem. Megint senki. Pisont húzódik. Marozsán. A beíveli nem sokra mennek vele. Plókai. Nem sokkal ment mellé. Nem volt rossz lövés. Tizennegyedik perc, második félidő, 1-0 a Dandalk javára. Erre mondják, hogy páncélmellény volt Kovács Ervinen, arról pattant ilyen messze. McNulty. Bedobás. Honvéd. Dobás.
Bérci. Lókai. Marozsán. Vince. Hova pattant Vincétől? Pisont. Bérci. Kovács Ervin. Váncsa. Pisont. Kezezés volt. Hát bizony. Körülbelül átérzi az ember, mit érezett Mezei György. Hiszen onnan a padról nem lehet csodát csinálni. És nem megy a csapatának. De ráér meg, hát persze, hogy rá. Újra dobnak. Igen, igen, nem volt ez egy jó bedobás. McNulty. Némi üggyel bajjal szereltek, de Pisan már majdnem elveszti. Kovács Ervin. Vince próbálkozott. Csepregi Bérci. Csehi. Halmai melegít itt az oldalvonal mentén. Váncsa. Kinek szánta ugyan? Neki. Egy szál csatár van elő. Csehi teszi le, Kovács Ervin. Újra Kovács lába alatt engedi el. Jogos szabadrugás az írek javára. Már jönnének vigasztalni, gyógyítgatni, de meg kell gyógyulni a magától, nem engedi be a bíró a gyúrót. 18. perc. Változatlan az eredmény, az ír csapat vezet 1-0 arányban. Csehit talált el a labda, de éppen ő jön ki, őt cseréli. Kovács Ervin szabálytlanul szerelt. Bérci rúgja ki. Csehi. Kim van? Csepregi.
Negrão. Szabadrugást kap. Marozsán áll a labda mögé, a játékvető nem képes a sarkfalat helyére igazítani, úgyhogy kiméri. 10 centi. Ott bizony nincs senki. Emrehem viaskodik Kovács Ervinnel, és ő dob. Grau. Minden maga, és nem is működik a csel sem. Kovács Ervin. Újabb kispesti dobás. Na, ez kinek ment? Mondom, ilyenkor már semmi nem sikerül. Bérci lábáról megy ki félakban. Bizony. Irtóztató, kínos ülőhely tud lenni ez a kis pad. Henrehen rángatja át magát a védőkön. 22. perc, tehát most már a mérkőzés utolsó negyede van hátra, hova tovább, és még egy gól a hátrány, 1-0 a Dundalk javára. És ez a még, ez optimizmusnak kezd tűnni. Hogy még van hátrány, mert ki tudja, hogy nem marad-e, ahogy a helyzet alakul. Egyre kevésbé alakulnak támadások, csak gyötrelmes próbálkozások. Váncsa. Jobb oldalt ott van Plókai. Marozsán a szélen, Negrão is emelget. Négy gólos vezetésnél nem csúnya megmozdulás, de itten várhatóan. Fölpörgeti, és aztán épp hogy eljut a kapuvonalig a labda. Jócskán rossz irányzékkal. Hát nem így indult, nagyon frissen támadó honvéd, inkább azt gondolt az ember, hogy mikor jönnek a gólok. Csak az volt a kérdés. Halmai szabálytalanul. Viszont már el is vesztette. Csepregi fejéről kerül tovább, Báncsa, Vince. Csepregi, Halmai, Viszont. Már ott van minden fehér a 16-os vidékén. Viszont.